Ez az endoszkópos torony 10 éve teljesít szolgálatot a Bonyhádi Kórházban. Bár stabilan működik, hamarosan társat kap abból a pályázati forrásból, melyet 2017-ben nyújtott be az intézmény, ameddig parkolópályán volt. Ám az elmúlt év végén kiderült, leporolhatják az elképzeléseket, és újraindulhat a folyamat. Most a közbeszerzési kiírások lezárásánál tartanak, így novemberben a győzteseket is kihirdetik. A járóbeteg ellátó eszközeink, orvos technológiai eszközeink, de akár az infokommunikációs eszközeink, a hardvereink, illetőleg az épületnek egyes része is már azért érezték az idő, hogy érzik az idő vasfogát, tehát mindenképpen fejleszteni szerettünk volna, meg hát amúgy is az ember egy kórházban azért folyamatosan figyelje a fejlesztési lehetőségeket, és ha van ilyen, akkor fejleszten, hiszen a tudomány az rohamléptekkel fejlődik. A járóbeteg ellátás korszerűsödését az endoszkópos vizsgálatokra, a röntgenbe, a kardiológiai osztályra érkező betegek érzik majd meg leginkább, de megújul a kórház informatikai rendszere és a betegszállítást végző lift is. Néhány egyéb kisebb értékű dolog lesz, még talán kiemelnek még két sterilizálót, ami a járóbeteg ellátó azon szakrendeléseink használatos, ahol eszközöket használunk, tehát például a sebészeten, például a filorgégén, például a szemészeten és így tovább. A beruházás teljes költsége meghaladja a 292 millió forintot. A kórház vezetése azt várja a fejlesztésektől, hogy segíti majd a völcsékbeteg ellátását, az itt élőknek ne kelljen messzebbre utazni a gyógyulásuk érdekében.